Dit was nog, jó! Jaj, neked már van mindez innen keresed. Na, hello srácok, hello mindenkinek! Ez egy nagyon régi divat volt, de újra alkotjuk, mi még akkor nem videóztunk, nagyon nem, mikor ez volt menő. És úgy gondoltuk, hogy megcsináljuk, mert jó buli. Hamarosan ránk szakad az ég, de addig, amíg nem fogunk szarázni, addig megcsináljuk. Az Instán kiposztoltam, hogy írjatok jó vicceket, amelyik jó vicc, amit most Andi jónak talál, vagy épp szarnak, nem tudom, azt bele fogjuk tenni, ő felolvassa, és hogyha vicces, akkor hát az lenne, hogy ne röhögjél, és akkor ne köpd a másikra, vizet veszünk a szánkba, ugye, tök menő, nem csináltuk még meg, muszáj kipróbáljuk. Na nézzük! Ja, és amúgy kövessetek be Instagramon, Team Sokolom. Jaj, de itt vannak nagyon viccesek. Mi a különbség egy fekete és egy kerék között? Ha a kerékre ráncot raksz, nem kezd el reppelni. Mi? Ez nem is... Féltem, de soha ne írom. Összekapted a telefon. Srácok, nem jön valaki, aki tud olvasni? De miért nem olvasod normálisan? De vágjátok, nem is azt olvasod, hogy hogy lehet? Na, én nem is azt olvasom. Azt olvastad? Hát jót olvastam, vagy tehát ugyanazt olvastam, csak szarúval megfogalmazva. De nem mutatja végig. Olyankor mi van? Mit mondja, Pistike, gyere hozzá nekem WC-papírt. WC-papírt. Ha hozol, én is adok neked csokit. Ez mi a szar? De vágod, nem volt vicces, vágod bele. Én rajta röhögök. Vágjatok, vele kellett volna csinálni. A következő ilyen rész az vele lesz. Sírok. Ember tényleg sír. Miért nem visznek fel lovakat a világűrbe? Mert elhúzzák a göncöl szekeret. De ti nem is rögtök. Két katica beszélget, az egyik az... Nem rám köp, köpd oda most már! Nem köpöd! Nem rám köp! Nem rám köp! Hülye vagy! Amúgy ez nem is vicces. Tudom, hogy miért vicces, de... Tudom, de amúgy az vagy. Két katica beszélget, az egyik azt mondja, képzeld, jelentkeztem az egyetemre és felvettek. Köp ki az állatvíz, azt nem akarom magamon látni. Azt köp ki, vagy gyere le, az állat. Tegnap voltam az orvosnál, azt mondta, vas hiányom van. Mindjárt elvittem 6 biciklit. Azt nekem kéne, mert még mindig folyik a könnyem. De nincs vége a izéknek. Tudjátok, hogy kell belenézni a rókajukba? Hát, hogy felhúzod a farkát. Ha ha ha.
Mi lesz a kenyérből, ha ráül a medve? Bundás kenyér. Bundás kenyér. Hülye vagy, tudod milyen meleg volt a víz? Azt mondtam, hogy öblingen csinál, ne izéljen. Hát tudod milyen meleg volt a víz? Hát mintha csapba engedtem volna. Még az is hideg. Még az is hideg. Ezek. Ez több egy igazság. Az élet olyan, mint a motor. Ha nem megy, be kell rúgni. Még egy kis víz. Egy kis pálinka. Még egy kis pálinka. Szerintem rúgjál be. Na jó. Nem megy ez. Elég volt. Berugunk inkább. Na várjál, vegye a szádba újra. Azt nem hiszem magát. Amit mit csinál a szegény ember, mielőtt megissza a teát? Kinyitja a száját. Melyik állat neve a legvidámabb? A juhi! Mi az? Kicsi, zöld és sétál. Tudod? Sétafika. Sétafika. Ez mi? Hát én vagyok a kicsit. Amúgy srácok 80%-ban azon rögök, ahogy Andi rög, vagy ahogy Andi mondja. Mert amúgy nagyon szar poénokat írtatok. Van még? Na, akkor iszok be szomes fel. Na, így jó. Hogy hívják az 5. kerület házi orvosát? A tiszta víz a telefonon! Doktor Ötke! Ezt vágom! Hallod, olyan lett a sapkát, ne haragudj! Nem haragszom! Nem haragszom, hogy mi van? Még mindig van, nem már fürd! Nem már fürd! Már mindig van! Miket dörög Melyik a legsárgább madár? A citromhéja. Miért van zsír a tejben? Vagy a tehénben? Azért, mert fehér a pólód, az teljesít a zsír. Na jó, jó. Oké, jó, kész, én nem csinálom ezt a választ. De amúgy azért, hogy a tehén ne nyikorogjon fejés közben.
a tehén ne nyikorogjon fejés közben. Jó, én nem értem. Na jó, srácok, oké. Okay. Elég volt. Hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, és lehetséges, hogy lesz egy második rész, akkor Andival valamelyikünk ellen majd beáll. Az iszki lesz. Köszönjük, hogy megnéztétek, reméljük, hogy jól szórakoztatok. Megyünk átöltözni. És akkor... Sokolom!